Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek? Mi baj van a világ haladásával? Mármint irányával. Mehetne jó irányba. Mehetne jó irányba? Nagy a tudatlanság. Nagy a tudatlanság? Sok az elnyomás. Etikátlanság. Irítség, szeretetlenség. És szerintetek barátsúlás. Mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? Nem sok jó, nem? Mindig jókat mosolygok, mikor ilyenekről, mit tudom én, beszélnek mondjuk a médiában valamelyik részén, vagy valamelyik média elemnél, hogy mit tudom én, mi lesz 20, 30, 40, 50 év múlva, vagy 100 év múlva, mi várható. Nagyon jókat mosolygok. Nem nagyon sejtik azt. Hát, de ott mondjuk... Tehát arról beszélnek, ugye, hogy megy tovább ez az emberiség. Tehát gyakorlatilag, hát az az emberiség, ez nem fog tovább menni. Hát vagy váltunk, vagy leves. Vagy megyünk a levesbe. Tehát az emberek ezt nem gondolják, hát a média sem, mert hát a médiát is emberek csinálják. Tehát lényeg az, hogy hát igazából az emberek nem gondolják azt, hogy lényeges változások lesznek itt a közeljövőben, pedig hát lesznek. Ez a közeljövő, ugye ez az emberiség, ez az emberiség. Ugye valamivel több mint 4500 éves, és nem az emberiség, hanem ez az emberiség. Jó, tehát az emberiség az régebbi, csak ez az emberiség 4500 éves, tehát amit most úgy hívnak, hogy homo sapiens, tehát ez ennyi, és hát ebbe a formába így, hogy most vagyunk, ez azért nem olyan sokára lesz, mert itt ilyen egy-két évtizeden belüli dolgokról van szó. Ez ugye milyen jó lenne, hogyha az emberek, vagy talán mennyivel másképp működne a világ, hogyha az emberek tudnák, hogy hogyan működik az ember, nem? Hát a legtöbb embernek nem sok fogalma van arról, hogy az ember hogyan működik, azt gondolják, hogy van a testünk, ugye, mert ezt tanultuk az iskolába, és akkor ennyi volt olyan, hogy biológia óránk, ha emlékszünk rá. Ott egész részletesen tanultunk a testről, anno annak idején. De arról, hogy az embernek még van két másik része is a testen kívül, az valahogy elfelejtődött. Arról, hogy nem tanítottak. Hát ugye az élet pedig arról szólna, hogy egyáltalán hogyan jött létre, hogy kerültünk ide, milyen szerepünk van nekünk itt, milyen szerepet töltünk be mondjuk az univerzumba, akkor minek milyen okokozati összefüggése van, mi mire van hatással. Tehát valahogy hát ezzel se nagyon foglalkoztak az iskolában, ahova jártunk. Hát ugye van mindenkinek egy saját élete, és azt látjuk, hogy vannak olyan törvények, amit a törvényhozók hoztak, amit ha egyesek nem tartanak be, akkor valamilyen módon próbálják őket megbüntetni, vagy elszeparálni a többiektől. Tehát ugye azt gondolják az emberek, hogy az alapelvek azok talán, amit törvénykönyvekben vagy rendeletekben leírtak,
Pedig hát igazából az energiára lennének a legfontosabb alapelvek, ami azt jelenti, hogy világegyetemben és itt a Földön is mindenütt ott van az energia, körülvesz minket, bennünk is itt van az energia, minden anyagban is benne van az energia. Tehát mivel ugye mindenütt jelen van az energia, ezért leginkább az energiával kapcsolatos alapelveket kellene ismerni. Ami azt jelenti, hogy semmi nem véletlen alapon működik, amikor energiáról beszélünk. Ezt úgy lehetne csak értelmezni, ha energiáról van szó, hogy valami nagyon okos, értelmes, mondjuk a földi tudáshoz nem hasonlítható lény létrehozta ennek a működését, méghozzá mondhatni azt, hogy tökéletes működését, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész egy megtervezett, létrehozott, és semmi nem a véletlen alapján működő dologról van szó, amiről szintén igazából az emberek nem nagyon tudnak semmit. Persze vannak kivételek, de hát a kivételek azok ugye mindig erősítik a szabályt. Hát de ott kezdődik a legnagyobb probléma, hogy a legtöbb ember nem tudja például azt, hogy a saját életének mi az értelme. Tehát nem mint embernek az embernek mi az értelme, hanem neki személyesen mi az értelme az életének. Hát mit gondolnak ezzel kapcsolatban az emberek? Tehát mi az emberek életének az értelme? Szerintetek mit gondolnak ezzel kapcsolatban? Mi az életük értelme? Általában család, gyerek. Család, gyerek, igen. Milyen? Zsíros állás, igen, aztán? Szórakozás. Szórakozás, igen. Shoppingolás. Otthon. Wellnesselés. Tehát ezt gondolják az emberek. Nem? Így nagyjából. Hogy ez az élet értelme. És ezt megpróbálják kellőképpen ki is használni, nem? Tehát ezeket, amit most felsoroltatok, ezeket ugye igénybe venni megpróbálják minél inkább. Nem így van? Na most, de ehhez ugye mire van elsősorban szükség, amit most felsoroltatok? Hát ott kezdődik, ha gyerek is van, azt is föl kell nevelni, nem? Az otthon is pénzbe kerül. Hát ez elsősorban ugye a pénzzel lehet ezeket megvásárolni. Na most láttatok már olyan embereket, akiknek sok pénzük van? És azt is láttátok, hogy az törvényszerű, hogy akinek sok pénze van, az boldog? Fordított arányosan. Hát inkább fordított arányosan, nem? Tehát valahogy úgy néz ki, ha ezt megnézzük, hát úgy lehetne mondani, hogy minél gazdagabb országba megyünk be, annál inkább azt látjuk, hogy az emberek boldogtalanok, nem? Tehát minél magasabb életszínvonalon élnek emberek, valahogy annál boldogtalanabbak. Vagy boldog, igen, jól mondom. És minél szegényebb országba megyünk, akkor azt látjuk, hogy annál boldogabbak az emberek. Ha valaki ezt nem így látja, akkor még nem volt ilyen-olyan országban. Tehát össze kellene hasonlítani, de tényleg így van, hogy elmegy az ember ilyen Banglades vagy ilyesmi országokba, ilyen nagyon szegény helyekre, és végülis az emberek boldogok. Tehát nyilván ott nem, ahol éheznek, tudod. Nyilvánvaló, ahol éheznek az emberek, ott nem boldogok, de ahol nem éheznek, mert meg tudják teremteni az élelmiszerüket. A többi az nem lényeg, az a lényeg, hogy az élelmiszer, mert ha már az élelmiszert megtermelik, akkor a többit már valahogy létrehozzák. Tehát egy olyan világban élünk, ahol
valamilyen furcsán működik, többek közt azért is, mert az emberekkel elhitetik, hogy egy életed van, egy halálod van, és most élvezd ki az életet. És ebben az életben kell mindent megélned, mert ugye most erre leszülettél, és x év múlva vagy évtized múlva az ember meghal, és akkor ha nem élvezte ki kellőképpen az életét, akkor ennyi volt, így járt. Aztán vannak vallási tömörülések, amelyik ugye azt gondolják, hogy ez egy kicsit másként van, mert mit tudom én mondjuk. Az embernek az a rész, amelyik nem hal meg, azt úgy hívják, hogy lélek, ugye ezt tanítják, és ez a lélek ez most lett teremtve erre az életünkre, de utána nem hal meg, és él tovább. És egyszer majd csak mondjuk feltámad. Tehát ugye van valami ilyesmi tanítás vallásokban, de vannak olyan vallások, amelyek azt mondják, hogy nem most lett teremtve a lélek, hanem valamikor réges rég. De valahogy nem nagyon beszélnek arról, hogy most, mit tudom én, nem tudom, tudjátok-e, hogy a Földön melyikben hisznek többen? Abban, hogy mondjuk a lélek nem hal meg, vagy abban, hogy a testtel minden elmúlik. Tehát a test halálával minden elmúlik, és nincs tovább semmi. Szerintetek? Nem. Aránytalanul nagyobb mennyiségben hiszik azt, hogy élnek tovább az ember. Mármint az ember, a lélek az él tovább. Hát körülbelül 1 milliárd olyan ember van, vagy még annyi se, aki abban hisz, hogy egy élet, egy halál. Még annyi se talán. És az összes többi az abban hisz, hogy hát, hogy az lélek az nem hal meg. Tehát ugye hol vannak olyan emberek, akik abban hisznek, hogy a lélek meghal a testtel, tehát egy élet, egy halál, Észak-Amerika, Európa. Slussz. Mondom, slussz. Sehol máshol. Tehát Afrikában nem ezt gondolják, Ázsiában nem ezt gondolják, Dél-Amerikában nem ezt gondolják, Közép-Amerikában se ezt gondolják. Na most itt vagyunk mi emberek. Európában, ahol azt gondolják, hogy egy életünk van, egy halálunk, ezzel a fajta gondolkodással még az 1 milliárdot sem érjük el, akkor ez azt jelenti, hogy ugye mi vagyunk az okosok, a többség az meg hóthülye, nem? Mert azok rosszul gondolják. Hát általában nem úgy szokott lenni, hogy a többség a hülye, és a kisebbség az okos. Az általában nem így szokott lenni. Hát eleve valami miatt kialakult az, hogy a bolygón a többség ezt hiszi. És jól hiszi. És Európában is, sőt, Észak-Amerikában is régebben úgy gondolták, hogy a lélek az nem hal meg. És akkor egyszer csak lett ebben egy fordulat. Tudod mikortól? 20. századtól. 20. század elejétől. Addig gyakorlatilag a bolygó 98%-a az úgy gondolta, hogy nem egy életünk van, egy halálunk, hanem a lélek az nem hal meg. Ha nem hiszi ezt valaki, aki majd néz engem, vagy hallgat engem, akkor ennek járjon utána, mert ez így volt. Ez a 20. század első felében találták ki, hogy tegyük már az embereket ateistává. Tudod mikortól?
a 10, így van, 10-től, 2010 környékétől, vagy 1910 környékétől. Tehát onnantól indult el ez a baromság. És vajon miért indulhatott ez el? Tehát vajon miért? Hát nagyon egyszerű, mert egy olyan embert sokkal könnyebben lehet manipulálni, aki fél a haláltól, és fél, hogy nincs tovább. Tehát gondolj bele, azzal nem lehet mit csinálni, nem lehet félelembe taszítani, akire azt, aki azt gondolja, hogy és akkor mi történik? Majd leszületek újból. És akkor mi van? Meghalok, és akkor mi van? Születek majd következő alkalommal. Nincs mitől félnie. És miért kellett elérni az embereknél, hogy féljenek? Hát régen milyen félelmet generáltak az embereknek? Hát emlékezzetek vissza történelmi tanulmányaitokra, hogy azt mondták, hogy ha valaki nem jól viselkedik, pokolra kerül. Hát ha pokolra kerül, akkor nem hal meg. Mert az nem tud pokolra kerülni, aki meghalt, nem? És nem azt mondták, hogy a test kerül pokolra, mert a testet mit tudom én, elásták, és az ott maradt. Hanem a lélek kerül pokolra. Világos ez? És azt mondták, hogy ha jót cselekszik, akkor meg a mennyekbe kerül. Nem ezt tanították? És ehhez képest lett ez a változás az 1910-es évek környékén, hogy egy élet, egy halál. Tehát valaki, vagy valakik okosan kitalálták, hogy nem biztos, hogy ez a jó, hogy hogyha meghal valaki, akkor pokolra kerül, ha rosszat csinált az életében. Ha meg a mennyekbe kerül, ha jót csinált, mi lenne, hogyha elvennék tőlük ezt a túlélés esélyét? És kitalálnánk azt, hogy hát nincs túlélés, testtel meghal minden, kész. És akkor az emberek nem attól fognak félni, hogy pokolra kerülnek, mert akkor még elkezdenek netántán jókat csinálni. Hát ugye régen mitől féltek az emberek? Attól, hogy pokolra kerülnek. Érted? Az azt jelenti, hogy csak azok félhettek ettől, akik tényleg rosszakat cselekedtek, nem? Sőt, ezzel szemben is volt mentség a pokolra kerüléssel, hogyha elment gyónni, és meggyónta a bűneit. És akkor föloldozták a bűnei alól. És akkor nem a pokolra került, ugye, a tanítás szerint, hanem a mennyekbe. Mert megbánta a bűneit. Tehát ami azt jelenti, hogy hát akkor nem kell félni, mert ha az ember valami rosszat csinál, akkor utána elmegy a paphoz, meggyónja. Nem? És akkor onnantól kezdve nincs gond ezzel. Tehát lehet nyugodtan rosszat tenni, és nem kell tőle félni, hogy rosszat tesz az ember. És ugye azért régen, ha megnézzük, azért az embereknek nem csak ettől voltak félelmeik, hanem például attól, hogy nem voltak biztonságban.
Tehát ugye régen fogták, és akkor mit tudom én, jött az ellenség, aztán meggyilkolta a fél falut, vagy fölgyújtotta a várost. Tehát az embereknek akkor is volt félelmük, hogyha attól nem is féltek, hogy esetlegesen majd nem él túl a saját lelkük. Tehát most gondolja végig mindenki, aki nem hisz abban, hogy neki van egy olyan lelke, amelyik túlél mindent. Akkor ő nem tanult történelmet? Nem járt iskolába? Nem tanulta azt, hogy a történelemben mindig az volt, hogy aki bűnös, az pokolra kerül, aki meg jó szándékú és jókat cselekszik, az a mennyekbe kerül. Hát mindig ez volt tanítva. Évezredeken keresztül ez volt tanítva. És mindenkinek ez volt tanítva. És akkor hirtelen lett egy váltás a 20. század elején. Lehet, hogy azért lett váltás, úgy gondolják emberek, mert egyszer csak valaki rájött arra, hogy a lélek nem ér túl. Miből jött volna rá? Hát eleve tudjuk azt, hogy vissza lehet jönni a halálból. Hogy rengeteg embert már visszahoztak, az orvostudomány visszahoztak a halálból, vagy nem is kellett orvostudomány, mert mondjuk mentálisan valaki visszahozta azt az illetőt. Hát hogyha a halállal a lélek meghalt volna, akkor hogy jött volna vissza? Nem? Tehát ott kezdődik a dolog, hogyha az ember meghal, akkor ugye ha meghal a lelke, akkor lehet visszahozni. Történik egy baleset, és megállapítja az orvos, hogy hát ez meghalt. És utána fogják és visszahozzák, mint ami pár percen belül. Akkor ő visszajött, nem? Tehát akkor az azt jelenti, hogy nem halt meg a lelke. Mert a lélek visszaszállt. Tehát emberek nem képesek gondolkodni? Logika az nulla? Most nem nektek mondom, mert ti tudjátok, hogy mitől döglik a légy. De az emberek tömegeinek fogalma nincs. Elhiszik azt, hogy egy élet egy halál. Érted? Itt Magyarországon milliók így gondolják. Rettenetes ostobaság, gondolkozzatok már, drága barátaim. Ne legyetek ennyire ostobák, mert ennél nagyobb ostobaság nincs, akkor nem lehetne valakit visszahozni. Érted? Mert akkor meghalt, és végérvényesen meghalt a testtel együtt. És mégis visszahozzák. Tehát megállapítják, hogy meghalt, és visszahozzák. Hát, hogy ki körülnézel csak ilyen alapvető dolgokban, amiben ez nem kell tudás, csak egy kicsit gondolkodni kellene logikusan. Mekkora tudatlanság van? Gondold végig. Meg ilyen alap dologban is mekkora tudatlanság van? Márpedig ez fontos kérdés, hogy mi lesz velünk, ha meghaltunk, nem? Miért nem fontos kérdés? Van-e életünk, ha meghaltunk? Van-e élet a halálunk után? Nem a halál után, a halálunk után. Tehát rosszul fejezik ezt is ki, hogy élet a halál után. Nem, élet a halálunk, a saját halálunk után.
Utána van-e élet? Ez a kérdés. Hát persze, hogy van. Na most, hogyha van, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy mi van utána, nem? Akkor tanítanak ilyen baromságokat, még egyszer, ez is vallás, hát hogy a jó Isten az most teremtette le a lelkünket ebbe a testbe. És akkor ez az igazságos jó Isten, ez az egyik embert szegénynek, félbénának vagy bénának teremtette, vagy olyan testbe rakta az egyik lelket, a másikat tök jó körülmények közé, a harmadikat, mit tudom én, nem túl jó szülőkhöz, de gazdag szülőkhöz, stb. Stb. Megnézed, ahány család, annyiféle. A bolygón nincs két egyforma család. Pedig rengeteg család lehet, biztos több van, mint egy milliárd. Ha nem több, mint kettő. És mégis, ugye nincs két egyforma. Na most akkor, ha nincs két egyforma család, akkor az állatok miért úgy születnek, hogy szinte azonos körülmények közé az azonos fajtájú állat? A hangyák azonos körülmények közé születnek. Mit tudom, a madarak? Szintén. Mit tudom én, a róka? Szintén. Házi állatok? Viszonylag szintén. Kivétel az, hogyha mondjuk fogságba tartják mondjuk egy vadállatot, de ha az nincs fogságban, akkor viszonylag azonos a körülmény. Tehát megnézed, mindnek ugyanezt kell csinálnia. És mindel a szülei ugyanazt csinálják. Tehát ott valahogy nincs különbség. És itt van az ember, az embernek 7 milliárd ember közül, vagy 8 milliárd ember közül mondjuk beszülettünk 1 milliárd családba, vagy másfél milliárdba, mindegy, és másfél milliárd féle módon, féle családba. És akkor ez igazság? Hol az igazság? Ez igazságos lenne a jó Istentől? Hogy az egyik mondjuk beszületett egy olyan testbe, ahol bénán élte le az életét, a másik meg tök jó módú. Hú, de igazságos ez. Hát ha valaki ezt gondolja, hogy egy Isten ilyet csinál, egy jó Isten ilyet csinál, hát akkor annak az illetőnek az igazság érzete az egyenlő a nullával. Magyarul inkább azt mondanám az ilyen illetőre, hogy bűnöző. Na most, az emberek, hogy egy kicsit logikusan gondolkodnának, akkor rájönnének arra, hogy ki miért született bizonyos családokba. Hát, ha igazságosan nézzük, és egy jó Isten szempontjából nézzük, akkor azt mondanánk, hogy mindnyájan azért születünk abban a családban, amiben beszülettünk, mert azt érdemeltük. Mert ez az igazságos rész, nem? Hát mindenki azt kapja az életében, nem, amit megérdemel. Nem? Nem így kellene lennie? Na az lenne az igazságos, hogy mindenki azt kapja, amit érdemel, nem? Na most, ha valaki beszületett, mondjuk egy olyan testbe, ahol bénán élte le az életét, akkor azt érdemelte. Ha valaki beszületett egy olyan családba, amelyik jó család, és jó neveltetést kapott, és még nélkülöznie se kellett, akkor azt mondanám, hogy azt érdemelte, nem? De mi alapján érdemelheti az ember ezt ki?
Hát csak annak alapján érdemelheti ki, ami az előző életben történt, nem? Hát mi lehet más? Nincs más. Hát logikus, nem? Vagy, ugye, másik verzió, egy tök igazságtalan Isten csinálja ezt az egészet, velünk kísérletezik, nem? Nem? Hát rakjuk be az egyiket egy béna testbe, az egyik lelket, a újszülött lelket, a másikat meg rakjuk be egy jó családba, stb. Stb. Aztán nézzük, mi lesz belőlük. Nem? De akkor meg drága testvéreim, ezeket ilyeneket imádtok? Ezeknek adtok energiát? Logikus, nem? Mert akkor ilyeneknek adnak energiát, nem? Hát akkor melyik a jobb neked? Engem nem érdekel, hogy ki hogyan gondolkodik, meg hogy meghallgat-e engem, vagy sem. Neked mi a jobb? Az, hogy van egy tök igazságtalan Isten, amelyiket imádsz, vagy hogy van egy igazságos, amelyik mindenkit oda tesz, ahova, amit érdemel. Nem? Melyikben jobb hinni? Nekem ez nem hitkérdés, de most nem rólam van szó, hanem rólad. Érted? Tehát melyik a jobb neked? Hát nyilván jobb egy jó Istenbe hinni, mint egy gazgyalát, gyaur Istenbe, nem? Nem jobb. Tehát, ha így jobban megnézitek itt a mi bolygónkon, aztán hisznek mindenfélét az emberek, meg az ellenkezőjét is. És azért hiszik, mert arra tanították. Például vannak olyan vallások, nem tudom, tudod-e, hogy 3 éves korba elkezdik az olvasást gyakorolni. 3 éves kortól. És tudod, mit kell megtanulnia? Olvasnia? A Koránt. Korán kell kezdeniük, igen. Korán kell kezdeniük. Tényleg. Tudod, miért csinálják 3 éves kortól? Mert ugye a keresztény országokban 6-7 éves kortól csinálják ugyanezt. Minél hamarabb csinálnak, kezdik el a manipulálást, annál jobban beleágyazódik. Annál hatásosabb, hatékonyabb. Így van. És annál nehezebben fog változtatni. Annál kevésbé fog gondolkodni és rájönni arra, hogy hát az nem teljesen úgy van, ahogy én azt tanultam. Ezért például, hogyha mondjuk fanatizálni akarsz egy embert, akkor legjobb, minél fiatalabb korba elkezdett. Mondjuk ilyen 3 éves korba a fanatizálást. Tehát érdekes egy világban élünk, ha jobban megnézed. Ugye a
végig nézzük itt a történelmet, akkor azt látjuk, hogy régen volt egy nyelv. Tehát itt a 4500 évvel ezelőtt az egész bolygón, jó, nem sok ember élt, főleg a mai viszonyokhoz képest, de egy nyelvet beszéltek. És akkor így teltek, múltak az évszázadok, egy-két évezred, mondjuk így egy évezred, és akkor így megkeverték a nyelvet. Szerinted miért keverték meg a nyelvet? Tessék? Ne értsék egymást, így van. Ne értsék meg. Tehát, hogyha egy nyelvet beszélnek, az egész bolygón mondjuk, akkor mindenki érti az utasítást. De mondjuk a gyereket elkezdik másként nevelni. Tehát mit tudom én, a név az nem név, hanem name, tehát name. Ugye? Mondjuk angolban. Akkor onnantól kezdve az a gyerek már nem fogja érteni azoknak a hatalmi elitbe tartozó embereknek az utasításait, amit még mondjuk a szülei értettek. És onnantól kezdve ugye el tudnak szakadni attól a hatalmi körtől. Tehát ugye régen ez úgy volt, hogy mivel egy nyelv volt, és viszonylag kevés ember létezett a bolygón, ezért évezredeken keresztül azt csinálták, hogy szellemi és fizikai versenynek tették ki az embereket, és az lett a vezető, aki a legjobb szellemi és fizikai képességekről tett tanúval bizonyságot, tanúbizonyságot. Versenyen, szó szerint. Tehát megversenyeztették őket. És az lett a vezető, aki a legjobb képességű volt. Na most képzeld el, ez azt jelenti, hogy a gyengébb képességűek azok labdábra nem rúghattak. Hát labdában nem rúghattak. És hát a gyengébb képességűek is azt gondolták, hogy nekünk is kéne valahogy hatalomra jutni. Hát találjunk már ki valamit, hogy hatalomra juthassunk. Na mi lenne, hogyha, mit tudom én, kiválnánk ebből a közösségből úgy, kitalálnánk egy másik nyelvet. Tehát mit tudom, a székre nem azt mondanánk, hogy szék, hanem stool. Oké, tehát lényeg az, hogy elkezdtek változtatni. És akkor így egy-két generáció alatt több nyelv lett. Nem kellett hozzá sok idő. De hát ez se volt elég, mert azt gondolták megint a gyenge képességűek, hogy ki kellene valamit találni, hogy hatalomra kerüljünk. Hát mi lenne, hogyha kitalálnánk vallást? Mert ugye tudjátok, hogy amikor egy nyelvűség volt, akkor egy hit volt. Egy hit volt. Tehát egy nyelvűség és egy hit. Hát akkor most már több nyelvűség van, akkor találjunk ki több hitet. Majd ugye megint az lett, hogy hát lettek ugye a vallások, és ugye az is egy bizonyos hatalmi rétegződést hozott létre. Majd az emberek azon gondolkodtak, hogy hát megint csak a gyenge képességűek,
Hogy mi lenne, hogyha megint kitalálnánk valamit, hát hogy mi gyenge képességűek hatalomra tudjunk jutni. Hát találjuk ki a politikát. És azóta lettek politikusok, pártok. Pártokat azóta hoztak létre. És akkor így szépen a gyenge képességek is hatalomra kerülhettek. Hát nem tudom, tudjátok-e, hogy most valaki hogy tud mondjuk pártvezér lenni? Mondjuk egy olyan pártba, amely mondjuk azon az abban az országban hatalomra kerül. Nem tudom, tudjátok-e. Ez úgy történik, hogy fogják, kinéznek gyerekeket, hogy kiknek van olyan képessége, hogy ilyen képes ott az osztályba vagy valahol úgy irányítani. Kinézik gyerekkorba. És akkor mi lenne, ha ő úttörő vezető lenne? Most nem a mostani időről van szó, most már azt mondanák, hogy ő legyen a KISZ vezető. Vagy cserkész, még az nem KISZ. Ugye cserkész vezető. Most ugye cserkészek vannak. Vannak általános iskolában cserkészek? Van. Jó, akkor ő a cserkész vezető. Oké. És akkor kitalálják, hogy legyen ő a cserkész vezető. Ó, mert hát ő a szuper. És akkor utána jön a vezető beosztás, és akkor azt mondják egyszer neki, hogy hát legyél te ennek a pártnak a tagja. De úgy, hogy hát kapsz érte pénzt. És akkor elkezdik futtatni őt. Hogy futtatni? Hát úgy, hogy szerepeltetni, pénzelik, stb. Stb. És egyszer csak azt mondják, hogy ó, hát ez már szépen halad fölfelé a ranglétrán. Mi lenne, hogyha kiküldenénk Amerikába és pénzelnénk az iskoláztatását? Majd ott egy kicsit meggyúrjuk. Idegen környezetbe könnyebb átformálni. És akkor szépen ott kín van. Ugye jó pár évet, kicsit gyúrnak rajta, kicsit pénzelik. Oké? És akkor egyszer csak visszajön úgy, Magyarországra visszaküldi, hogy figyeld, abba a pártba indulj el. Megfizetjük azokat, hogy rád szavazzanak. És akkor szépen így jön följebb, és egyszer csak, hogy ő lesz a pártvezér. És ha az a párt győz, akkor nem tudom, ő lesz a kormányfő. Oké? Vagy egy másik verzió is van. Azt csinálják, hogy mit tudom én mondjuk, már felnőtt valaki. És bekerül valami állami intézménybe. Az lehet éppen börtön is, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy állami intézmény. És akkor ott figyelik az embereket, és jelentést kell küldeni, hogyha egy olyan embert látnak, aki ilyen jó szónoki képességekkel rendelkezik. És akkor azt mondják, hogy ó, találtunk egy jó szónoki képességű embert. Akkor emeljük ki. És adjunk neki teret, hogy szónokolhasson. Szervezzünk meg neki előadásokat, tanítsuk retorikára, stb. Egyéb dologra. Indítsuk el valamilyen előadói területen, mit tudom én, egy idő után, ó, hát
sportcsarnokba tegyük be ezt az emberkét. Fizessük neki a reklámot, nem semmi gond, mert úgyis bejön bevételként. Hát fektessünk az illetőbe pénzt, és előbb-utóbb, mit tudom én, már a sportcsarnokba tart előadást. Mondjuk a semmiről. Motivációs előadást. Hát motivációs előadást a legegyszerűbb tartani. Egyébként. Tehát tényleg kellenek hozzá jó előadói képességek. Tehát lényeg az, hogy és akkor utána, mikor már kezd ismerté válni, akkor azt mondják, hogy na most mi lenne, hogyha politikai pályára állítanánk ezt az embert, mert eléggé ismert. Tehát nem maguktól jöttek létre, most mondok példát. Ugye, mit tudom én, Buddha, ugye úgy tanultuk, hogy H-val, de egyébként H nélkül kellene mondani. Ugye ő magától, jó, nem volt egy szegény ember, egy gazdag ember volt, és tessék? Mondom, egy gazdag ember volt, és lényeg az, hogy csinált egy olyat, hogy rájött arra, hogy nem az az élete, és elkezdett ugye a szellemiség felé nyitni. És végül lett belőle egy nagyon komoly szellemi vezető. Nem hiszem, hogy vallást alapított. Biztos vagyok benne, hogy nem alapított vallást. És lényeg az, hogy utána a követői alapították rá a vallást. De az már egy más kérdés. Tehát őt nem igazán szponzorálták. Sőt, lemondott a vagyonáról. Akkor volt egy olyan Jézus. Ugye említetted Buddhát, hogy herceg volt, hát Jézus is az volt. Igaz, hogy beállították egy szegény csórónak, aki jászolba született. igen, de egy jászolba elment három király. Igen, ez egész egy nagy hülyeség. Jó? Igazságtartalma van, csak nem jászolba mentek, meg nem egy szegény gyerekhez mentek, hanem egy herceghez mentek. Mindegy. Lényeg az, hogy ugye ő is egy olyan személy volt, aki gyakorlatilag nem a vagyon érdekelte, ugyanúgy, mint Buddhát egy idő után, hanem az emberek. Érted? És az ember és az élet működése. És mind a kettő, Buddha is, meg Jézus is fentről kaptak információkat. Tehát olyan érzékeléssel rendelkeztek, hogy fentről tudtak kapni információkat, de nyilvánvaló, hogy tudásuknak azért lenniük kellett. Nyilván az alapnak meg kellett lenniük mind a kettőnek, Buddhának is, meg Jézusnak is. De Mohamed már nem így jött létre. Ugyanis Mohamedet már a mai klasszikus értelemben vett szponzorálással indították el méghozzá Rómából indították. Illetve, hát akkor ki tudja, hol volt a pápa éppen, lehet, hogy nem ott volt, össze-vissza bókláztak a pápák ugye az első 1000 évben. Tehát lényeg az, de a pápaság indította el Mohamedet. Tehát ő már egy olyan szponzorált volt, mint ma a nyugati társadalomban az összes vezető politikus. Tehát a nyugati társadalomban az összes vezető politikus a szponzorált volt. És szponzorált most is természetesen. Na hát a Mohamed is egy szponzorált emberke volt.
Csak ott a római katolikus egyház támogatásával volt szponzorálva. És hát ő létrehozott egy vallást, amit nem konkurenciának akartak, hanem pont az oszd meg és uralkodjat akarták. Az egyházon belül is. Hát csak valahogy mégse jött ez össze. Ugye az utána következő évtizedek, évszázadokban. De ha megnézzük, ugye gyakorlatilag az a vallás, amit most Mohamedánnak nevezünk, ugye amelyik Mohamedtől indult, az már nem egy olyan embertől származott, amely megvilágosodott magától, és elkezdte átadni a tudást az emberek számára. Ismerek olyan szemét, a múlt századból, már nem él, személyesen nem ismertem, csak a munkásságát ismertem, aki szintén elindított egy vallást, és teljesen jó szándékkal indította el. Ő se lehetett szegény, mert ő se volt az. És elindított egy egyházat is. Ez az egyház mai napig is működik. És azóta, mióta ő meghalt, hát legalább háromszor írták át a tanításait. Tehát legalább háromszor. Na most, ugye 80-as, vagy hogy halt meg, a 70-es évek végén, valahogy így van, 80-as évek elején. És akkor gondoljátok végig, akkor vajon Buddhának az a 4000 év alatt hányszor írták át vajon a tanítását? Vagy például mondjuk a Jézusnak 2000 év alatt úgy átírták a tanításait, hogy a Biblia 95%-a az nem is Jézus tanítása. Úgy átírták. Nem hiszed? Akkor nézz utána, mert ez a valóság. Akkor tuti, hogy ugye az elmúlt 1700 évben, mióta ugye elindította Mohamed a Mohamedán vallást, hát biztos azt is átírták egy párszor a Koránt. Tuti. Hát hogyha itt tudom én mondjuk 40 év alatt átírnak valamit háromszor, akkor hányszor írhatnak át mondjuk 2000 év alatt? Gondoljátok végig. Na, arról nem is beszélve, hogy olyan, hogy tökéletes fordítás nem létezik. Persze, mit tudom, egy szót lehet, hogy le lehet fordítani tökéletesen, ha nem bonyolult az a szó. Mondok egy szót csak. Például, hogy magyarra akarnád fordítani, magyarról akarnád fordítani azt a szót, hogy szerelem. Más nyelvre. Nem szeretet, szerelem. Nem tudnád lefordítani. Mert más nyelven a szeretet meg a szerelem az egy szó. Nálunk meg kettő, és teljesen mást jelent. És akkor onnantól kezdve, hogy lehet tökéletesen fordítani? Most csak azért mondom, hogy érdemes gondolkodni. Tehát például Buda és Jézus úgy működött, hogy közvetlen forrásból adta át az információt az embereknek.
Mohamed már nem így működött. Mohamednek megmondták, hogy mit mondjon. Ma a világban rengeteg olyan ember tart előadást, akinek megmondják, hogy mit mondjon. Vagy fogja, és olvas valamit, hozzáfűz egy-két gondolatot, azt elmondja. De olyan nem olyan sok ember van a bolygón, aki közvetlen forrásból ad információkat. És ha van egy információ, már egy létező információ, akkor mondjuk a létező információban meg tudja mondani, hogy melyik a hamis állítás, és melyik a valós állítás. Ugye nekem van egy nagy gondom. Az, hogyha én olvasok vagy hallok előadásokat, akkor folyamatosan kapom azt, hogy mi az igaz, meg mi a hamis. Ezért elég fura nekem az anyagokat tanulmányozni. Mert hát gyakran szidom azt, aki ott elmondta vagy leírta, azért, hogy ilyen hamis dolgokat mond vagy állít. Érted? Hát az mindegy, hogy hamis és kész. Tehát most gondold végig, a hamis állításokkal az emberek félre vannak vezetve. A félrevezetés, az emberek félrevezetése az ártó tett. Ugye ezt most tanuljuk a pont a növekedés kócsban, ami ezután következik. Ha egy ember elkövet egy ártó tettet, és attól, hogy nem ismeri az energiák működését, attól még hat rá ugyanúgy, mint aki ismeri. És hogy hat rá? Az ártó tettnek ő ránézve negatív következményei lesznek. Az azt jelenti, hogy amit másnak okoz más félrevezetésével, ezt ő vissza fogja kapni. Nem feltétlenül úgy, hogy őt vezetik félre. De egyébként már félrevezetik, mert megmondják, hogy mit mondjon. Hát az már egy félrevezetés. Hanem az életben az ember kaphat betegséget, balesetet, családi problémát, anyagi problémát. És lesz neki ezekből. Hát, hogy unatkozni nem fog a problémáktól, az biztos. Az volt biztos. Tehát, hogyha az ember emberekkel foglalkozik, akkor vannak ilyen alap dolgok. Hogy nem magunkért csináljuk, hanem értük. De azt figyelembe kell venni, hogy vannak olyan energiaszabályok, hogy akkor tartós két ember kapcsolata, hogyha ott a csere tisztességben van. Tehát az adok-kapok az úgy rendben van. És ezért ugye az a jó, hogyha erre oda van figyelve. Tehát hogy ha egy ember, csak hogy értsük, csak ad, 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 ad,
és nem vár el érte viszonzást, akkor ártást követel azzal az emberrel szemben, akinek ad. Nem magával szembe, avval az emberrel szembe. Ugyanis azt a személyt, akit nem engednek, hogy adjon cserét, vagy nem várják el, hogy adjon cserét, teljesen mindegy, hogy nem engedik, vagy nem várják el, ezt a szabályt akkor is, ez a szabály akkor is azonos módon működik. Az illető az elindul a tisztességtelenség útján. Tehát azzal, hogy ő csak kap, 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 azzal az az segítő, aki csak ad, 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 elindítja őt a tisztességtelenség útján. Tehát ez nem túl nagy tisztességtelenség, nem is mérhető mondjuk egy emberöléshez. De ki tudja, hogy nem ez, az lesz a végeredménye, a főbűn. Tehát ez úgy működik, hogy az ember elindul lefelé egy ilyen spirálszerű úton. Mint hogy az örvény működik, csak ez lassabb annál. És húzza, húzza, húzza lefele a tisztességtelenség. És egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb jut. És az illetőnek nincs a kezében egy visszafordító módszer, technológia, akkor az illető csak megy, megy, megy lefele. És mindig csak azt várja, hogy kapjon, kapjon, kapjon. És amikor már nem ad neki senki, na akkor akarja majd elvenni mástól. Világos ez? Na most mondok egy példát. Szülő-gyerek kapcsolat. A szülő csak ad, 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 ad. De egyszer majd csak a szülő nem tud adni, mert eljut oda, ha más nem a halálával. És onnantól kezdve az a gyerek, nem gyerek felnőttként, de a szülő gyereke, azt szokta meg, hogy ő csak kap, kap, kap. Neki nem kell csinálni semmit, mert úgy is kap. Vagy nem kell csinálni túl sokat, mert úgy is kap. És egyszer csak hirtelen a csap bezáródik. És nincs több kapás. És mit fog csinálni az az illető, aki soha önmagától nem tudott eredményt elérni? Hát rögtön ott lesz a fejébe, hogy én képtelen vagyok bármit is csinálni, hát mindig engem támogattak. Hát semmi gond, majd elveszem mástól. És így lesz valaki bűnöző. Hogy ez ezen a területen mikor indul el? Hogy már fiatalon vagy idősebben, hát ez most ebből a szempontból részletkérdés. Tehát mivel az emberek nem ismerik az emberek működését, például a minap ben vagyok egy ilyen áruházba, ilyen élelmiszer áruház, nem akarom mondani a nevét, tehát ez ilyen közepes élelmiszer áruház, nem ilyen pici volt, kicsit nagyobb. És ott egy anyuka, hát olyan 35 lehetett körülbelül, a kisfiú meg úgy ekkora, durván. Hát lehetett, ugyan. Nem. Egy olyan 3-4 éves körül. Így van. És az anyuka kérdezte a kisfiútól, hogy mit vegyünk. És akkor megkérdezte, hogy vegyük azt, mert azt te szereted? És minden, és a gyerek szaladt elő, rohangált ott az áruházba, és az anyuka követte,
És folyamatosan kérdezte, hogy figyeltem egy darabig őket, hogy mit vegyünk. Megvegyük még ezt is? Meg azt is? Most képzeld el, ha ez a gyerek felnő mondjuk, serdülő lesz. Hát részvétem az anyukának. Mert hogy onnantól kezdve a gyerek azt fog csinálni, amit akar, az hód biztos. De valószínű már előbb meg fog gyűlni a baja, már serdülőkor előtt a gyerekkel, mondjuk mikor már iskolás lesz. Tehát az emberi hülyeségnek nincs határa. Azt mondtam volna, hogy határtalan, de Jussa azt mondta. Mert te mondtad. Szóval lényeg az, hogy nagyon nagy a tudatlanság. És az ember egy kicsit képes lenne gondolkodásra, akkor rájönne arra, hogy annak a következménye, amit én most teszek a jelenben, vajon mi lesz? Jó lesz a következménye? Vagy kevésbé jó lesz? Vagy rossz lesz? Vagy kevésbé lesz rossz? Vagy mi lesz a következménye? Na mindent végig lehetne gondolni, hogyha én ezt teszem, akkor az jó lesz. Hogyha mondjuk a gyerek azt látja, hogy én totál határozatlan vagyok, és felnőttként nem tudom, mit akarok venni, és őtől kérdezgetem, akkor abban nem azt fogom elérni a gyereknél, hogy azt lássa, hogy én egy határozatlan barom vagyok. Tehát, és kérdezem én, hogy nincs-e szükség vajon tudásra itt a világunkban? Mondjuk olyan szinten, hogy mi a küldetésed? Az a küldetésed itt a bolygón minden embernek, hogy a lelked fejlődjön. Ez a küldetésed. És minél hamarabb, minél nagyobb mértékben fejlődjön a lelked. És lehetőleg feljusson minél hamarabb a hatodik lelki szintre. Mert akkor kerülhetsz be egy fejlettebb társadalmi formába, bolygószinten, nem országszinten, bolygószinten. És az nem számít, hogy valaki milyen bőrszínű. Nem számít, hogy milyen nemű. Egy számít, hogy képes-e arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban élje az ember az életét. Képes-e a feltétel nélküli szeretetre? Vagy csak az önzőre? És az önzetlenre nem. Az aranykor a feladatunk, amit létre kell hozni ezen a bolygón. És aki nem jut be az aranykorba, az nem éli meg az aranykort. Az aranykorba jutás feltétele, hogy képes az ember másokért tenni, és nem önérdekből, hanem ha másokért teszünk, a mások, tehát ha az emberekért teszünk, az emberekben mi is benne vagyunk, az nekünk se rossz. Tehát én nagyon régen vallom azt az elvet, tudod mióta? 91-től. A következőt, hogyha én másoknak olyat teszek, ami nekik jó, azzal én sem járok rosszul.
Érted? 91-től. Ha olyat teszek, amivel mások javát szolgálom, az nekem is jó. 91-től. Akkor indult ez a gondolat a fejembe. És nem azért, mert nekem jó legyen, hanem azért, mert tudtam azt, hogy ha nekik jó, akkor az nekem se lehet rossz. Tehát ha az emberek jól járnak, akkor te is benne tudsz lenni az emberekbe. Te is jól tudsz járni, ha te teszel értük. Csodálatos dolgot csinálunk. A mi szervezetünk kapta meg azt a feladatot, hogy bevigye az emberiséget az aranykorba. Lehetőleg minél nagyobb lélekszámmal. Akik nem hajlandók szellemileg fejlődni, azokat kivonják a forgalomból a fentiek. Illetve nem a fentiek, inkább úgy mondanám, hogy az itteni nem emberi lények, szellemlények, akiket lehetne úgy nevezni, hogy angyalok. Tehát ezen a bolygón egy olyan bolygószintű társadalmi formának kell létrejönni, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni, elérve a hatodik lelki szintet, és utána be tudjanak lépni a beteljesülés szintjére, hogy itt is egy olyan fajta működés legyen, ami nem hasonlítható a mostani működésünkre. Mert ez a működés, ami most van az embernek, ez egy olyan testben van, ami sérülékeny és túl rövid életű. Tehát sérülékeny és túl rövid életű. Már kész az a bolygó, ahova újra születnek majd azok az emberek, akik nem hajlandók az itteni aranykorba bekerülni, azok oda újra születnek. Hát jó messzi van innen, sok-sok fényévre. És kőkorszaki körülmények közé. Jó? Tehát ebbe a test, ilyen típusú testbe, homo sapiens testbe, kőkorszaki körülmények közé. Úgyhogy szuper dolgotok lesz, ha nem vagytok hajlandók fejleszteni magatokat. Na ehhez viszont nem elég az önfejlesztés. Mert gyakorlatban is jóvá kell válnod. Az pedig csapat nélkül nem megy. Tehát ugye vannak olyan emberek, akik itt tanulnak a PPH-nál, és azt gondolják, hogy csapat nélkül bejuthatnak az aranykorba. Felejtsétek el. Jó, van időtök még, mert ugye van 16 évünk. De ez évről évre csökken. És ahhoz 9 év kell, hogy az ember ezeken a lelki szinteken felül lépjen. Az 9 év. Úgyhogy húzzatok bele a tanulásba és a csapatépítésbe is, mert saját csapat nélkül nem megy, mert fogy az idő. Köszönöm szépen a figyelmeteket. 20 perc szünet. Tehát követően növekedés coachképzésünk lesz. Akinek lehetősége van, várunk mindenkit szeretettel. Szeretlek benneteket, sziasztok!